Köszöntöm Önöket, a heti mérleget látják. A mai adásunkban a következő témákkal foglalkozunk. Célegyenesbe fordult a kvóta kampány, egyre többen érvelnek a nem szavazatok mellett. Brüsszel azonban a migránsok szétosztását sürgeti. Most pedig nézzük, hogy a magyar önkormányzatok mit gondolnak a népszavazásról. Vendégem a stúdióban Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na hát az önkormányzatok mit gondolnak a népszavazásról? 2000 önkormányzat már kiadott egy közleményt, egy döntést, hogy a kvóta ellen vannak. Na most még van 1200 önkormányzat, velük mi lesz? Hát a kérdés első felével hadd kezdjem. A józan észre azt diktálja, hogy amennyiben a kvóta javaslatból döntés lesz, és Brüsszel alapvetően nem változtatja meg ebbéli álláspontját, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy az ezzel járó terheket, feladatokat, hova tovább a kockázatokat is a magyar önkormányzati rendszernek kell viselnie, hiszen nem történhet másképp. Hát gondoljunk csak bele, kizárólag az önkormányzati rendszerben áll rendelkezésre minden, ami szükséges ennek a kezeléséhez. Az egészségügyi ellátás, a szociális háló, az oktatási képzési rendszer, az ingatlanállomány, a segélyezési rendszer, és sorolhatnám. Éppen ezért Szita Károly kaposvári polgármester úr kezdeményezésére létrejött egy mozgalom, ez a Városok és Falvak a kényszerbetelepítés ellen nevezetű mozgalom, amelyik éppen arra hívja fel a figyelmet, 2000 településvezető amellett kötelezte el magát, hogy mindenképpen az önkormányzatoknak is intézményesen részt kell vennie ebben a vitában és ebben a népszavazási kampányban, hiszen a mi fölfogásunk szerint október 2-án nem egy népszavazás lesz úgy általában a kényszerbetelepítésről, hanem 3200 helyi népszavazás lesz arról, hogy az ott élő emberek kikkel akarnak együtt élni, és ezt nekik joguk van eldönteni a mi fölfogásunk szerint. Akkor nézzük azt, hogy az önkormányzatoknak milyen feladatai lennének, hogyha Brüsszel úgy döntene, illetve a népszavazás sem lenne eredményes, hogy migránsokat kell Magyarországra telepíteni. Tehát nézzük a segélyezési rendszert. Mi lenne a segélyezési rendszerre? Hát ugye ez nagyban attól is függ, hogy hány emberről beszélünk. Nyilvánvalóan az önkormányzatok képesek arra, hogy a településen élők gondjait, bajait helyek közzel jobban vagy rosszabbul, de kezelje. Nyilván, hogyha jelen pillanatban mondjuk, csak hogy egyszerűen fogalmazzak, 100 egység áll rendelkezésre ebben a támogatási rendszerben, és ez 150 ember között kell szétosztani, akkor az nem véleménykérdés, hanem matematikai ténykérdés, hogy jó eséllyel csökkenhet ez az egyfőre jutó támogatás. Nyilván ez településtől függően is változhat. Azt teljesen világosan látszik, hova tovább Martin Schulz pártjának június elején volt egy közleménye, egy álláspontja, egy politikai nyilatkozata, amiben világossá tették, hogy a kvóta kérdésben, illetve a szétosztási kérdésben elsősorban nem a kormányokkal, a tagállamok kormányaival kell megállapodni, hanem az európai önkormányzatokkal. Innentől teljesen világossá vált, hogy minden önkormányzat maga felelősségének kell, hogy érezze ezt a dolgot. Az is nyilvánvaló, hogy amíg megy ez a számháború, hogy összesen hány betelepítendő emberről beszélünk, addig még megsatszolni is nehéz, sőt megválaszolni is nehéz azt a kérdését, amit az imént feltett. Van arról szó, hogy ugye Juncker elnök úr a múlt héten egy évértékelő beszédet tartott, és mintha arra célzott volna, hogy hát mégse lesz kvóta. Aztán ezt az Európai Bizottság szóvivője határozottan cáfolta. Hány embert telepíthetnek Magyarországra? Önök szerint hány ember jöhet Magyarországra, hogyha az Európai Bizottság az Európai Parlamenten átveri ezt a szabályozást? Ugye szeptember 30-án már az Európai Parlament elé kerül ez a jogszabálytervezet. Hány ember jöhet Magyarországra, hogyha a népszavazás nem eredményes? Az, hogy nem lesz kvóta, szerintem ez egy egyszerű kommunikációs trükk a részükről. Nyilván Brüsszel fél a magyar népszavazástól, hiszen egy olyan folyamatot indíthat el a kvóta kapcsán, amire nem számítottak. Ha nem lesz kvóta, akkor vajon miért helyezett kilátásba büntetést a brüsszeli bürokrácia? Ugyanis azt mondták, hogy aki nem vesz részt a menekültek és a migránsok elosztásában, azoknak az országoknak 78.250.000 euró nyi összeget kell fizetni minden egyes be nem fogadott illegális bevándorló után.
ha nincs kvóta, akkor ezt a javaslatot miért tették. Tehát szerintem ezek ilyen kommunikációs trükkök, éppen arról szólnak, hogy bagatelizálják ezt a problémát, és szépen csöndben el lehessen fogadtatni Magyarországgal is, és a többi tagállammal is, hogy ez tulajdonképpen egy jó dolog. Szerintünk a kvóta értelmetlen is, jogtalan is és veszélyes is. Ugye az, hogy értelmetlen, az éppen abból fakad, amire ön is utalt a kérdésében, hogy egyáltalán nem garantálja, hogy egy valamelyik tagállamba elküldött illegális bevándorló abban a tagállamban is marad. Egyébként, ahogy mi sem tudjuk megmondani, hogy Magyarországon hányan maradnának, úgy más sem tudja megmondani, hogy Magyarországra hányan jönnének. Ebből van a számháború. Egyébként a mi becsléseink szerint, ugye itt mindenféle számokat lehet hallani, a mi becsléseink szerint ez a szám, amennyiben a népvándorlás üteme nem változik, és amennyiben igazak az uniós tájékoztatások a már most is úton lévő bevándorlókról, akkor ez a szám akár a 100 000-es nagyságrendet is elérheti. Ezért mondtuk korábban, hogy 5 év alatt egy szegednyi ember is akár bekerülhet a kvóta rendszer szerint Magyarországra. Van, aki 1200-at mond, van, aki 200 000-et, van, aki 50 000-et. Tény, hogy az a, tehát inkább az a probléma, elvi probléma van bele, hogy a mi véleményünk szerint nem lehet a magyarok megkérdezése nélkül ilyen döntést hozni, teljesen mindegy, hogy hány emberre vonatkozik. 100 000 ember, hogyha 100 000 ember jön, ezt még be kell majd szorozni, mert lesz egy családegyesítési program is. Ugye ezek a migránsok jó részt a családjuk nélkül érkeztek, a családjuk ott maradt az anyaföldükön, és lehet, hogy 4-5-tel ezt a számot talán még be is lehet szorozni, ez így van? Hát alapvetően így van, és a kvóta javaslatnak, a brüsszeli kvóta javaslatnak van egy nagyon rossz és veszélyes része, éppen a családegyesítésekről szól, ugyanis azt mondják az új javaslat szerint, hogy most már nem csak az egyenesági rokonokra vonatkoztatható a családegyesítés, hanem az oldalági rokonokra. Jajjaj, tehát unokatestvérek. Igen, hova tovább az újonnan kötött házasságokra is. Tehát, hogyha éppen Európába gyalogolva egy pár úgy dönt, hogy összeházasodnak, akkor ezt az unió már a javaslat szerint a családegyesítés hatája alá tenni. Értem. Ami önmagában még, hogy mondjam, vitára alkalmas kérdés, csak az a gond, hogy visszaélésre ad okot, hiszen nem fogják tudni semmivel igazolni, jelesül mondjuk egy házassági anyakönyvi kivonattal, ahogy mi magyarok ismerjük ezt az intézményt, nem fogják tudni igazolni, hogy ez valóban megtörtént, egy számtalan visszaélésre ad okot. A családegyesítések üteméről pedig annyit, hogy ha jól tudom, Helsinki az a város, ahol 400 bevándorlót fogadtak be néhány évvel ezelőtt. A családegyesítések során rövid idő alatt 8000 bevándorló lett ebből, tehát az üteme az felbecsülhetetlen lehet. És ugye, hogyha a gyerekek is érkeznek a származási országból, őket iskoláztatni is kell, egészségügyi ellátás is, és ez az önkormányzatok feladata. Hát én alapvetően azt gondolom, hogy igen, mert nem történhet másképp. Hát gondoljon csak bele, hát kinek lenne a feladata. Egyébként ez sokan, én úgy látom sajnos így az országban több helyen megfordulva, hogy sokaknak azon a fejében, hogy majd valahol, talán az ukrán határ mellett lesz egy nagyváros, amit de nem erről van szó, hogy egy megépít, nagy menekültábor, hanem így minden van, település majd ott lesznek kaphat a migránsok. Hát azért, hogy mondjam, ez illúziónak is rossz lenne. Nem így fog történni, tehát nem történhet másképp. A meglévő ellátási rendszerre lehet ezt csak alapítani, ezt a problémát. Éppen ezért van, hogy 2000 polgármester kinyilvánította, hogy ebben nem kíván részt venni, vagy ha részt is kíván venni, szeretné, hogyha a helyben élők dönthetnék el. Hát az elképzelhető, hogy van, aki úgy fog dönteni, hogy támogassuk ezt a dolgot, de az nem elképzelhető, hogy meg se kérdezzük róla. De aki mondjuk igennel szavaz a népszavazáson, azt is vállalja ezek szerint, amiket elmond, hogy a szomszédjába kerülhet egy migráns család. Hát alapvetően ő erről is döntést hoz. Nyilván a kérdés nem feltétlenül erre irányul, de a lényegét tekintve erről is döntést hoznak jövő vasárnap az emberek, hogy mondjuk a szomszéd ház egyik bérlakásában adott esetben, ha beköltözik majd egy illegális bevándorló család, akkor ő azt jó szemmel nézi, nem jó szemmel nézi. A mi álláspontunk szerint, és tulajdonképpen az egész kampánynak a krédója is, a miniszterelnököt idézve, a mi fölfogásunk szerint a segítséget kell odavinni, és nem a bajt kell idehozni. Mi azt gondoljuk, hogy az Európai Uniónak, mint egy erős gazdasági közösségnek képesnek kell lennie arra, hogy a határain kívül is segítséget nyújtson. Nem csak a határain belül
tud az Európai Unió segítséget nyújtani, elég erős és elég nagy ahhoz, hogy a határaink kívül is tudjon segítséget nyújtani. És nem tudjuk, hogy az európai bürokraták, a brüsszeli politikusok miért nem ebben gondolkodnak, miért feltétlenül a korlátlan és ellenőrizetlen tömegek befogadásában. Inkább azon kellene dolgozni, hogy azokban az övezetekben, ahol valóban katonai konfliktus van, és azok az emberek, akik tényleg kénytelenek elhagyni az otthonukat, ők kapjanak segítséget. De aki pusztán gazdasági bevándorló, Pakisztánból jön, Bangladesből jön, ahol nincsen háború, olyan országokból, ahol jelen tudásunk szerint nincsen katonai konfliktus, ott azért egész más gondolunk a segítség formájáról, mert ott nem arról van szó, hogy valaki kénytelen volt a hazáját, az otthonát elhagyni, mert áldozata lett a saját kormányának, a saját politikai berendezkedésének, hanem azt gondoljuk, hogy pusztán a jobb élet reményében egy európai új életben gondolkodik, amiben gondolkodhat csak az európaiaknak is van erről szerintem véleményük. A kötelező kvótán kívül a visszatoloncolás is veszélyt jelent. Ugye skandináv országok kötelezett szegési eljárást akarnak indítani Magyarország ellen, mert hogy mi fogadjuk be az innen odaérkező migránsokat, mert hát itt regisztrálták őket, tehát azt mondják, hogy itt léptek be Magyarország, illetve az Európai Unió területére, Magyarországon léptek be. De földrajzi tudásuk kevés a skandináv országok kormányainak, mert hát az Európai Uniónak nem itt van a elsődleges határa onnan, ahonnan ők érkeznek, hanem Görögországnál. Erről is szó lehet, én inkább azt érzem ebben, hogy a skandináv országok bizonyos vezetői is tartanak ettől a népszavazástól. Ugye az európai döntéshozásnak furcsa jeleneteihez értünk pont a kvóta kapcsán, hiszen a demokratikus alapértékek fölfogásoknak a megkérdőjelezése szinte napi szintűvé vált. Például, amikor az Európai Unió vezetői a népakarattól tartanak, hát meg bojkotra szólítanak föl, egyébként a hazai baloldali pártok is azt mondják, hogy nem menjenek az emberek szavazni, aki bojkotra szólít föl, az fél a nép akaratától. És ez a mi fölfogásunk, a mi demokratikus fölfogásunk szerint teljesen elfogadhatatlan. Ráadásul pont azok mondják, akik rendszeresen oktatnak minket ki demokráciából. És rendszeresen, követelik. Igen, ennek az értékeire. Sőt, magukat demokratikus ellenzéknek hívják. Azt megszoktuk már, hogy mindig mást mondanak, mint ahogy cselekszenek, de most ennek a kvótaügynek a kapcsán és a népszavazás kapcsán egészen felfoghatatlan politikai magatartást tanúsítanak. Arról pedig nem is beszélve, hogy október 2-án a magyar emberek olyan döntést hozhatnak, amiről többet nem tudnak. Ugye még egy polgármestert vagy egy országgyűlési képviselőt 4 vagy 5 évente le lehet váltani, el lehet zavarni, ha nem jól végzi a dolgát, lehet róla újra döntést hozni. Erről a kérdésről többet nem lehet döntést hozni, és nem 4 vagy 5 évre határozza meg majd az életünket, hanem annál sokkal többre. Mi inkább azt mondjuk, hogy alapvetően egy segítő ország vagyunk, a magyar kormány egyébként 5 millió eurót ajánlott föl egy szíriai kórház megépítésére, és jelen pillanatban is 740 üldözött menekült gyermek oktatását finanszírozza Magyarország. Tehát mi azt gondoljuk, hogy segíteni úgy is tudunk a nehéz helyzetben lévőkön, hogy nem feltétlen hozzuk be a saját biztonságunk kockáztatására az ottani problémákat, és nem adunk teret annak, hogy a terroristák rátelepedjenek erre a népvándorlásra, és besunyogjanak ugyanúgy Európába, ahogy korábban sajnos tették, és láttuk is az áldozataikat. Szerintünk ez pont fordítva kellene megoldani. A miniszterelnök egyébként éppen arra tett javaslatot, hogy a menekültügyi eljárásokat a határainkon, az Európai Unió határain kívül folytassák le. Hát ez egy egyszerűen megérthető dolog, ha bárki tart egy bográcsozást a kertjében, akkor nem bejön mindenki, aki éppen arra jár, és utána majd meglátják, hogy kit küldenek ki, hanem célszerűbb be sem engedni, csak azokat, akik meghívást kaptak, vagy akiknek okuk van odajönni. Ez körülbelül így kell nagyban elképzelni. A mi véleményünk szerint az Uniónak képesnek kell adminisztratív és bürokratikus úton megszerveznie azt, hogy ne a határain belül nyújtson először segítséget, hanem azon kívül. Mégis mi lehet az oka, hogy Nyugat-Európában a befogadáspárti elit, mert leginkább róluk kell beszélni, valóban azt mondja, hogy kellenek a migránsok, magyarázzák ezt a gazdaság helyzetével, demográfiai problémákkal, de valójában nem ideológia van az egész mögött, hogy le kell bontani a határokat, nem szükséges az, hogy Magyarországon magyarok éljenek, hanem ilyen vegyes, multikulti társadalom legyen, nem ez van az egész mögött? Tartok tőle, hogy ez is fontos szerepet játszik, sőt,
bizonyos brüsszeli politikusok fejében talán ez a legfontosabb. Sok ilyen véleményt lehet hallani, hova tovább hallottunk már olyan mondatot, hogy a jövő a multikulturális társadalomé. Én azt gondolom, hogy önmagában ez is megér egy vitát, hogy ez vajon így van-e, mi az a multikulturális társadalom, jó-e az, nem jó, mik az előnyei, mik a hátrányai. Nyilván van egy olyan törekvés sok politikus fejében Európában, sőt a világon is, mely szerint a határok lebontása egy nagy egységesnek mondott, de egyébként egyáltalán nem annak tekinthető ilyen vegyes világnemzet, ahol mindenki mindenféle dolgot csinálhat, meg jöhet, mehet. Ez egy furcsa ideológia egyébként, vita alapnak jó, én nem értek vele egyet egyébként, de van ilyen ideológiai alap. A másik az, amit mondott, hogy ugye vannak ilyen praktikus érvelések is, miszerint a munkaerőhiányt lehetne orvosolni. Erre mi viszont azt mondjuk, hogy amíg 22 millió álláskereső még mindig van Európában, hova tovább a déli országokban minden második fiatal állástalan, addig az Európai Uniónak szerintünk belül kéne a problémáit rendezni, és hogyha ebből sikerül megoldani, akkor, vagy ebből sem sikerül megoldani, akkor lehet esetleg tovább gondolni. Egyébként a Németországban érdekes adat, a Németországban érkező 1 millió bevándorló közül mindösszesen 54-et tudtak német cégek elhelyezni. És ez még 1% sincs, sőt, hát ez inkább ezredék. Annyi, és ráadásul ebből 50-et a német posta vett fel. Tehát mindössze 4 embert tudott a, 4 illegális bevándorlót tudott a klasszikus piac felszívni, mint munkaerőt. Én nem gondolom olyan átütő sikernek ezt az adatot. A multikulti társadalom nem feszültségekkel jár? Tehát látjuk azt, hogy mi folyik Franciaországban, és a közbiztonságra is lehet, hogy veszélyt jelent ez. Városrészek, önálló városrészek alakulnak, iszlám város részé. Londont sokan már London-isztánnak hívják, bár most a Nagy-Britannia egy BBC riporter kikérte azt, hogy ott no-go-zónák lennének Londonban, bár Európában ez egy elterjedt megnevezés, mármint hogy Londonisztán. Tehát nem veszélyes az, hogy Magyarországon és Budapesten is kialakulnának ilyen negyedek? Van egy ennél picit élesebb megközelítése a dolognak. Szerintem az nem multikulturális társadalom, vagy város, vagy bármit is nevezzünk így, ahol városrészekben egyébként a saját kultúrájukat, szokásaikat megtartva összecsoportosul egy bevándorló tömeg, akik egyébként olyan működési rendet hoznak létre, hogy gyakorlatilag megszűnik a befogadó ország joghatósága. Saját, jóformán saját törvénykezés, saját szokások. Az integráció is egy érdekes dolog, hogy az integráció is akkor működik, ha azt mind a ketten akarják. Tehát nagyon szép, hogy Európa mindenkit integrálni akar, de akik ide érkeznek, nem feltétlenül akarnak integrálódni. Éppen ebből alakulnak ki olyan városrészek, már évekkel ezelőtt is, hát lehetett hallani, nem csak Londonról, Marseille-ről, Párizsról, vannak olyan részei, ahova egyébként már a rendészeti szervek sem, nem mondom, hogy nem mernek, de nem akarnak, nem tudnak bemenni. Tulajdonképpen egy állam az államban jön létre. Ezt én nem gondolom sem integráltnak, sem multikulturálisnak. Ők ugyanúgy megtartják a kultúrájukat, és ugyanúgy a szokásaikat. Tehát azok az emberek, akikről most beszélünk ezekben a városrészekben, a legkevésbé fogadják el a befogadó ország szokásait. Éppen ebből adódik a feszültség, és éppen ez kérdőjelezi meg az úgynevezett multikulturális társadalom létjogosultságát, mert valószínűleg nem tud és nem is fog tudni létrejönni. Nem attól multikulturális, hogy egy városban sokféle ember él, hanem ha már multikulturálisnak kell lennie valaminek, akkor ez csak úgy működhet, hogy sokféle ember él egy városban, de tiszteletben is tartják egymást. És én attól tartok, meg elnézve az elmúlt egy év eseményeit, hogy tulajdonképpen itt a tisztelet kultúrájában azért baj van. Mert míg az európai ember jóval befogadóbb, a keresztény alapokon nyugvó morális és etikai rendszeren jó működve vagy gondolkodó, jóval befogadóbb, addig
nagyon sok illegális bevándorló egyáltalán nem fogadja el azt, amit, ahogy mi élünk, amiben mi hiszünk. Hát már a határátlépésük is ez bizonyítja. Így van, és ebből bizony folyamatos feszültség lesz. Sőt, Svédországban minapi hír, már a többségi társadalmat kellene integrálni a kisebbséghez, erről szól egy minapi hír, sőt, tehát önkormányzatok ki is adnak közleményeket, hogy próbáljuk meg valóban elfogadni az ő szokásaikat és tiszteletben tartani. Ez rendben van, de hogyha tömbben élnek, és nincsenek kapcsolatban velünk, úgy nehéz velük még beszélgetni. Is, nem? Hát ez abszolút így van, és nem, hogy mondjam, nem szólnak arról a híradások, még egyébként a lakály média, tehát a liberális médiának a híradásai sem szólnak arról, akik kiszolgálják ezt a brüsszeli politikát. Sajnos Magyarországon is rendkívül sok ilyen újságíró van, akik nem feltétlenül a Soroshoz köthetők, hát róluk tudjuk, de mások is, akik valamiért nem a magyar érdeket, hova tovább nem a saját személyes érdeküket tartják szem előtt. És nem szólnak arról a hírek, hogy az integrációs folyamatok azok kudarcba fulladnak az európai tagországokban. Tehát nem tudnak olyan sikeres integrációs programot bemutatni, ugyanis ha tudnának, már megtették volna, ami arról adna tanúbizonyságot, hogy amit ők akarnak, az működik hosszú távon is. Hát ha az elmúlt 20 évben nem tudták megoldani kis létszámmal, lásd az előbb említett London, Marseille és a többi példákat. Miből gondolják, hogy a következő 20-40 évben megoldják nagyobb létszámban? Hát legalább mutatnának egy sikeres példát, és most persze lehet, hogy pont egyet majd valami kisvárosban mutatnak, hogy ott milyen jól beilleszkedtek. Igen. Budapesten is egyébként sok olyan ember van, aki korábban más országokból jött, csak az a különbség köztük szerintem, illetve azok között, akik most tartanak Európa felé, hogy aki itt él mondjuk 20 éve, és vállalkozása van, de korábban mondjuk, tegyük föl, legyen szíriai, Szíriában született, onnan jött el, az a különbség, hogy ő úgy jött be Magyarországra, hogy tudomásul vette a jogszabályt, tehát törvényesen jött be, nem a határon, zöld határon mászott be, meg nem tudom mit csinált, meg bujkált, meg a keletinél ingyen wifit követelt tömegben, szóval ezek ilyen furcsa, adjon Isten, fogadj Isten viszonyok, hiszen az európai ember tényleg megpróbál segíteni, csak hát azért, amikor rárúgják tokostul az ajtót, akkor megváltoznak azért az attitűdök. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy itt volt. A heti mérleg hamarosan folytatódik, elemző vendégeimmel az elmúlt 7 nap legfontosabb bel, illetve külpolitikai eseményeit fogom értékelni. Tartsanak velem adásunk második részében is.